Újabb utak kapnak aszfaltborítást, és új támfalak is épülnek a hegyvidéken. Folytatódnak a keringési betegségek megelőzését segítő szűrések a Városmajori Szívklinikán. A Lovasút Kulturális és Rendezvényközpontban átadták az idei Kopskrapski díjat. A budai híradót látják 19 órakor. Jó estét kívánok! Folytatódnak a hegyvidéki útfejlesztések. A 12. kerületben nem csak utak újulnak meg, de több támfalat is építenek, illetve a Normafánál csatornabővítés is zajlik. A Normafa síház melletti parkolót és a buszfordulót a hegyvidéki önkormányzat felszámolta, és mint arról korábban hirtattunk, gyors ütemben folyik a terület rehabilitációja. A régen aszfalt borította területen park, közösségi tér és korszerű, a környezethez méltó megjelenésű vendéglátó pavilonok épülnek, a síház előtt pedig megkezdték a csatornaépítést. Még a síház átalakítása előttünk van, de a síház, illetve a pavilonok, illetve a köztéri WC-nek a csatorna építési munkái folynak. Megkaptuk a vízjogi létesítési engedélyt viszonylag későn, de megvan szerencsére, és a Budapest közúttól is megkaptuk a burkolatbontás engedélyt. Innentől kezdve elkezdtük a csatornaépítést. A csatornaépítés innen a síháztól egészen a Normafa útig tart. Ez közel 300 méter, 291 méter hosszú csatorna. Szakasz lesz, egy 300-as szennyvízcsatornát építünk, és 12 darab akna lesz ezen a nyomvonalon. A korábbi, a síházig vezetett csatornát azért is ki kell cserélni, mert annak nem volt gazdája, vagyis üzemeltetője. Rendkívül rossz állapotban volt, és az elmúlt években nagyon sok problémát, környezeti kárt is okozott. Az új csatorna szakaszt a hegyvidéki önkormányzat megépíteti, és aztán átadja a fővárosnak. A kerületi önkormányzat pályázatokon is nyert támogatást, amelyek segítségével két földutat is szilárd burkolattal látnak el. Ez két névtelen utca, az egyik a Lóránt útról Gyöngyvirág útig tartó névtelen utca szakasz, illetve a Moha út, Ibolya ösvény névtelen úti szakasz, amit mint útépítés tudunk elvégezni. Illetve ezekhez az útépítésekhez tartoznak támfalak, támfalak építése. Az egyik a Lóránt közben egy támfalépítés, illetve az előbb említett Ibolya ösvényi névtelen úti szakasznál egy másik támfalépítése. Az Ugligeti iskolánál is dolgoznak az útépítők. A tavaly előtt átadott oktatási intézmény első körben új útfelületet, gyalogátkelő helyet, buszfordulót és parkolót is kapott. Ám most indul a következő rész, a parkoló bővítése. A Fácánas iskolánál a második ütemet készítjük, a Hild Villa épület felújítása folyik, és ehhez az épülethez a Fácánas iskolától egy útszakaszt építünk ki, illetve az iskolához vezető út egyik oldalán már elkészült parkoló, viszont az út jobb oldalán egy parkolót építünk ki, amivel teljessé válik ennek a területnek az út, illetve parkoló ellátása. Hegyi Józseftől megtudtuk, hogy ezek a fejlesztések párhuzamosan zajlanak a kerületben, és ha az időjárás nem gördít akadályt a szakemberek elé, akkor még az ünnepek előtt be is fejezik a munkálatokat. Az elmúlt 24 órában meghalt 123 többségében idős krónikus beteg, és újabb 4588 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus fertőzést. A kormányzati portálon közzétett adatok szerint az aktív fertőzöttek száma 71.799 fő. Kórházban 4522 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 452-en vannak lélegeztetőgépen. Vádat emelt a fővárosi főügyészség az ellen a férfi ellen, aki egy követeléskezelő cég munkatársaként saját zsebre akart dolgozni. Egy több mint 8,5 millió forintos adósság behajtása alkalmával azt ígérte az adósnak, hogyha fizet neki 500 000 forintot, akkor elintézi, hogy a tartozás összegéből több millió forintot faragjon le a cég. A célja az volt, hogy a korrupciós ajánlattal ezt a 500 000 forintos összeget ő megszerezze.
A fővárosi főügyészség a férfit gazdasági befolyással üzérkedés büntettével vádolja. Vele szemben arra tett indítványt, hogy a bíróság büntető végzéssel felfüggesztett börtönbüntetést, valamint pénzbüntetést szabjon ki. Továbbra is átjárhatók maradnak a Szép Kártya egyes alszámlái. A kormány döntése szerint ezt a lehetőséget 2022. szeptember 30-áig biztosítják, így mintegy 1 millió munkavállaló a kártya bármelyik zsebéből fizethet a szálláshelyért, a vendéglátásért vagy a szabadidős szolgáltatásért. Így például a vendéglátás alszámlán összegyűlt összegből akár fürdő, uszodabérlet is vásárolható, vagy a szállásdíj is kiegyenlíthető. A héten megkezdődik a nyugdíjprémium kifizetése, amely egységesen 80 ezer forint. A nyugdíjprémium mellett pedig az érintettek a kiegészítő nyugdíjemelést is megkapják januárig visszamenőleg. A szakemberek szerint ez átlagosan 100 ezer forintos pluszt jelent a nyugdíjasok, illetve nyugdíjszerű ellátásban részesülők számára novemberben. A tüneteket még nem okozó rejtett szív- és érrendszeri problémák kiszűrése a célja annak a programnak, amit a Szívesen Országos Betegegyesület, a Semmelweis Egyetem és a Hegyvidéki Önkormányzat közösen indított el. A Városmajori Szívklinikán rendszeresen szerveznek szűréseket. A jelentkezők egyszerre többféle vizsgálaton vehetnek részt, és akkor is segítséget kapnak, ha valamilyen problémát fedeznek fel náluk. Ha a korábban nem előforduló magas vérnyomást, mellkasi panaszt, magas pulzust érzékelnek magukon, akkor mindenképpen forduljanak házi orvoshoz. A balkarba kisugárzó fájdalom, a mellkasi szternum, azaz szedcsont mögött kialakuló nyomó érzés esetén azonnal forduljanak szakorvoshoz. Súlyosabb esetben hívjanak mentőt, illetve kérjenek segítséget a Városmajori Szívklinika sürgősségi osztályán. Ezt a javaslatot a Szívesen Segítünk Betegprogram vezetőjétől hallottuk a néhány napja lezajlott a lakossági szűrésen. Ez a szűrési akció, ez gyakorlatilag 6 éve megy a Hegyvidéken, és meg kell, hogy mondjam, nagyon nagy sikerrel. Általában egy-egy szűrőszombaton 60 főt tudunk megvizsgálni. Ez a szűrőcsomag, ez áll egy EKG készítéséből, illetve rizikófaktor mérésekből, konkrétan vércukor és koleszterin mérés, megnézzük a testsúlyukat, illetve a vérnyomásukat. Ezekből az információkból aztán 2 hét múlva egy értékelés keletkezik, és az értékelés COVID-ból adódóan most már online Zoom csatornán történik. Az értékelés során pedig egy olyan előadást tartok, ahol megtanítom az érdeklődőket a stroke, illetve az infarktus tüneteire. Ha a vizsgálatok során rendellenességet mutató EKG-val találkoznak, magas vérnyomást, vércukorszintet vagy magas koleszterin szintet észlelnek, akkor ezeket az eredményeket megbeszélik a páciensekkel, és behívják őket a szívklinika egy teljes körű kivizsgálására. Körülbelül 1300-an jelentek meg. Az 1300 szűrt páciens adataiból egy negyede az, aki rendszeresen ide jár a Városmajori Klinikára, mert magas rizikófaktorokat mértünk, illetve olyan jellegű ritmuszavar eltérés volt az EKG-n, illetve szívelégtelenség jelent meg a részletes kivizsgálások alatt, hogy innentől kezdve rendszeresen fogadjuk ezeket a pacienseket, ami új dolog, hogy nem eresztjük el a kezüket. Tehát belépve a Szívesen Országos Betegszervezetbe, rendszeresen tartunk részükre előadásokat a különböző szívbetegségekről. A program keretében eddig már 270 előadást tartottak, minden pénteken Zoom csatornán folyik az interaktív előadás, és 30-40 perc alatt a nézők kérdéseire is válaszolnak a szakemberek. Küldetésünk az, hogy az információ hiányból adódó kiszolgáltatottságot csökkentsük, megtanítsuk a betegeket arra, vagy a pácienseket, vagy az egészséges embereket, akik majd valaha orvoshoz fognak kerülni, hogy hogy is érdemes menni egy szakemberhez. Értem ez alatt azt, hogy gyűjtsük össze a kérdéseket. Ha vérnyomás problémánk van, akkor lehetőleg már a vizsgálat vagy a megbeszélés előtt egy héttel otthon kezdjük el reggel, délben, este, nyugodt körülmények között mérni a vérnyomásunkat, ezt lejegyezni, és ezt a papírt okvetlenül elhozni magunkkal. Bernát Lukács Zsuzsától megtudtuk, hogy a szűrésekre egyre gyakrabban jönnek házaspárok. Kovács János is a párjával érkezett, náluk a felesége tartja kézben a család egészségét, és ezek a szűrések számára is megnyugtatóak. Hát abszolút mértékben megnyugtató, gyakorlatilag már első körben gyorsan megnéztük, amilyen eredményt lehetett látni, ugye még az EKG-t nem látjuk. Itt a kolléganőtől ugye meg is kérdeztem, mik a határok, gyakorlatilag az a szám, amit én ott látok, az hogy helyezhető el.
és ebből az ember lemondja a konzekvenciát, az biztos, hogy a koleszterin szintemmel kapcsolatban fölkeresem újra a házi orvosomat. A Szívesen program vezetőjétől megtudtuk, hogy a hegyvidéki szűrőprogramra eddig csak oltott betegek jelentkeztek. A vizsgálatot kérők kétharmada nő, és egyre gyakrabban jelentkeznek fiatalok is kontrollra. A Lóvasút Kulturális és Rendezvény Központban adták át az idei Kops-Krapski díjakat. Többek között Pál Ferenc katolikus pap és a Nagykárlózi Eszter Rudolf Péter házas pár vehette át az elismerést. Ez igazából a Jó Emberek Oscar díja. Ezért van az, hogy már a jelöltség is hatalmas érdem, igazából a jelöltség maga a díjazás. Így vélekedett a Kops-Krapski díjról az elismerés névadóinak lánya, Skrapski Fruzsina, amelyet idén 5. alkalommal adtak át a Lóvasút rendezvényközpontban. Kopp Mária 2009-ben alapította meg a Három Királyfi Három Királylány mozgalmat, melynek célja a családbarát szemlélet népszerűsítése. Azokat, akik e cél eléréséért maguk is sokat tesznek a mindennapokban, minden évben díjazzák is. Ezúttal három kategóriában keresték a segítőket. Először volt egy úgynevezett jó ember díjunk, tehát a Kops-Krapski díj. Olyan emberek, akik nagyon sokat tesznek a társadalomért, az én szüleim is nagyon aktívak voltak a társadalomban. Volt egy együtt dolgozó házaspár díjunk, már 5 éve van, ami egy ilyen különlegesség, máshol nem tudok róla, hogy lenne ilyen díj, mert a szüleim együtt dolgoztak, együtt kutatták a magyar lelkiállapotot, és valahogy hiányérzetünk volt, mert a szüleimnek nagyon komoly tudományos munkássága volt, és idén először tudományos kategória is lett. Most mi ebben megállunk, tehát ez a három díj maradt Kops-Krapski díjon, vagy három kategória maradt a Kops-Krapski díjon belül, a jó ember díj, a együtt dolgozó házaspár és a tudományos kategória. Az egyéni és a házaspároknak szóló díjra bárkit javasolni lehetett. Közülük a zsűri választotta ki a hivatalos jelölteket. A tudományos kategóriában felsőoktatási intézmények ajánlásai alapján hirdették ki a győztes pályázókat, 30 év alatti és a fölötti besorolásban. Nem volt semmiféle megkötöttség arra vonatkozóan, hogy kiterjeszhetnek fel erre a díjra, nem számított az, hogy az illető például hány éve van a pályán, vagy milyen tudományterületen dolgozik, viszont az fontos volt a díjhoz hasonlóan, hogy a családok ügyében, a családokért, az emberek boldogulásáért, testi-lelki egészségért tegyen az ő szakmáján, hivatásán keresztül. A felterjesztett kutatók szinte minden területet lefettek és képviseltek, tehát a humán területektől kezdve a reál területeken át az élettudományig, agrártudományig és így tovább, tehát nagyon színes volt a jelölteknek a megjelenése. Tudományos kategóriában előnyt jelentett kutatóként, oktatóként vagy az ismeretterjesztés területén végzett munka a díjazás során. Házaspárként Nagykárlózi Eszter és Rudolf Péter részesült elismerésben, akik 30 éve társak szakmában és magánéletben. Egyéni kategóriában pedig Pál Ferenc katolikus pap kapta meg a jó ember díjat. Nagyon hálás lehetek mindenkinek, aki egy picit is segített abban, hogy valamiféle határozottsággal, de szelídséggel, mindenféle erőszak nélkül próbáljunk azok mellé állni, akiknek nagyszerű vágyaik vannak. És ezeket a nagyszerű vágyaikat, mint a gyerekek, a házasság, a család, a boldogság, szeretnénk úgy megvalósítani, hogy azzal mindenki másnak is jót tegyenek. Ezen kívül jutalmaztak pszichiátert, jogászt és református lelkészt is. Akadt olyan jelölt, aki hátrányos helyzetű családok, gyermekek mentorálásában vállalt szerepet, illetve díjaztak egészségügyi szakújságírót is, aki mások boldogulásáért tesz nap, mint nap. Közös kampányt indított a BKK és a mentőszolgálat. Ennek során azt mutatják be, hogyan menthetnek életet az utasok. Mit tehetnek ők maguk, ha valaki rosszul lesz a járművön. A segítségnyújtás lépéseit a járatokon és a megállókban, plakátokon, illetve a társaságok közösségi média felületei mutatják be. Évente csaknem 1000-szer kell mentőt hívni a BKK járataihoz. Egy-egy ilyen helyzetben pedig fontos, hogy minél gyorsabban érkezzen a segítség. A szakemberek az életmentő és a Safe City applikációk letöltését is javasolják. Az alkalmazásoknak köszönhetően szintén könnyen és gyorsan lehet értesíteni a mentőket. Híreinket, riportjainkat visszanézhetik honlapunkon a hegyvidéktv.hu-n. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!